Viszonylag alacsony, alig 40%-os volt a részvétel a romániai parlamenti választáson. A magyarok azonban nagy számban mentek el szavazni. Ennek köszönhetően az RMDS átlépte a parlamenti küszöböt, a szavazatok 6,3%-át elhozták. Én azt gondolom, hogy az RMDS kikerült abból a negatív spirálból, amiben az elmúlt esztendőkben volt. Most már biztos, hogy 430 ezer fölött, inkább 440 ezer körül lesz a szavazatok száma a mostani feldolgozottságnál. Ennyi szavazatunk 2004 óta nem volt, és én azt gondolom, hogy ezzel azt üzeni az erdélyi magyarság, a romániai magyarság, hogy erős nemzeti közösségként itt van ebben az országban, itt akar élni, itt akar jövőt építeni, alkotni, és bele kíván szólni az ország dolgaiba. És ezt tartom a legeslegfontosabbnak, mert olyan idők következnek, amikor változások lesznek, amikor számtalan kérdés napirendre kerül, és az a jó, hogyha egy erős parlamenti képviselete van az erdélyi magyarságnak. A szatmári körzetben is messze erőn felül teljesített az RMDS, nyilatkozta szerkesztőségünknek a megyei elnök. Pataki Csaba elmondta, az ottani 5 parlamenti képviselői és 2 szenátori helyből az RMDS 2 képviselőt és 1 szenátort küld a bukaresti törvényhozásba. A politikus tájékoztatása szerint ez az eredmény megfelel a helyi várakozásoknak. Igen, ez megfelel, sőt még a maradék szavazatokkal tudjuk segíteni a szórványt is, mert több mint 2 képviselői mandátum jön neki, csak megy az országos kalapba, és ezzel a pár ezer szavazattal még a szórványt is tudjuk segíteni, és reményeim szerint ezzel egy olyan magyar latta megye jut képviselethez, például Temes vagy Arad, 10% alatt van a magyarság része rájuk. A Szociáldemokrata párt elnöke vasárnap bejelentette, hogy pártja igényt tart a kormányzásra, és a liberális ALDE-val akar koalícióra lépni. A román médiában megszólaltatott elemzők szerint nem kizárt, hogy az RMDS-t is megpróbálják bevonni a baloldali kormányba.